Hajrá, Vasas! Melyik a Vasas igazi arca, ez, amit most mutatott az őszi szezonban, vagy az előző, amikor bronzérmes lett? Hát ez bizony nagyon jól tetszik kérdezni. Debrecenből jövünk, minden Vasas meccsen itt vagyunk, attól függetlenül, hogy debreceniek vagyunk, Debrecen mellől egy kis községből. Ezt nem, hogy én sokkal okosabbak, sokkal ügyesebbek, sokkal tapasztaltabbak sem tudnák szerintem, azt gondolom most ezt megmondani, bár nagyon-nagyon bízunk, hogy ettől csak jobb lehet. És szurkolunk, és ennyit tudunk tenni, hogy küzdünk itt kívülállóként a Vasasért. Mindenképpen a tavaly jobban tetszett. Itt szerintem inkább olyan jellegű probléma, inkább szemben a fejekben van a probléma, meg sajnos egyre több sérülés hátát adta a csapatot, úgyhogy én inkább ebben látnám szerintem a különbséget tehát az őszi szezon és a mostani között. Úgy érzem, hogy az előző szezonban nagyobb volt a sikerélmény. Kijött néhány szerencsés meccs, és onnantól kezdve szárnyalt, vitte a csapatot, szárnyaltak a játékosok is, nagy volt az önbizalom, szerencsénk is volt. Én úgy érzem szintén, ahogy a kollégám, barátom mondta, hogy nincs önbizalom, fejekben van a baj. Ha lenne hitük, tartásuk, és elmernék hinni, hogy tudnak, hát ez is bizonyítja, hogy most én szerintem több lehetőségünk volt, mint a Fradinak. Szerencséje volt most a Fradinak, hogy rúgott rögtön egy gólt, onnantól kezdve én lehet, hogy rosszul látom, de mi jobbak voltunk. A szerencse egy kicsit most elpártolt tőlünk, ennyi. Csak ennyi? Nincs gond az önbizalomára, az úrak itt ezt említették meg. Lehet, hogy az is egy kicsit hiányzik egy ilyen rosszabb sorozat után, de szerintem maga az, hogy a foci tudás, meg a focinak a léte, az ugyanúgy megvan, úgyhogy szerintem jobb lesz ez. Ez biztos, hogy a fejekben probléma van, hisz most is én azt látom ezen a Fradi meccsen is, hogy egyáltalán nem vagyunk alárendelve, és mégis hátrányban vagyunk, és futunk a meccs után, és nem tudom, és ez fokozatosan, folyamatosan az elmúlt meccseken már ezt látjuk, hogy talán ez a baj, hogy nincs önbizalom, nem jönnek úgy a meccsek, nem jönnek úgy a gólok, nem tudom. Valahogy teljesen mást játszik a csapat, mint ősszel. Tehát ősszel megszokták ezt a sokpasszos játékot, meg tulajdonképpen arra fel is készültek már az ellenfelek, tehát mindenki beáll ellenünk védekezni, és ez ellen, tehát nincs megfelelő taktikánk, én úgy látom. Szerintem kiismerték a taktikánkat, és sorba lekontráznak minket. Sorba lekontráznak, és abból kapjuk sorba a gólokat, és onnantól kezdve már hitehagyott lesz a társaság. Ez a sorozatos, nem, azt hiszem 7 vereség, most már 6 vagy 7 vereség, ez most már sok. Gombocból is sok, nem csak vereségből. Meg amit nagyon-nagyon hiányolunk, a távoli lövések, amit tulajdonképpen rengeteg gólt eredményezett az előző szezonban, és egyszerűen valahogy önbizalom hiányát érzem én a csapaton, megmondom őszintén. Hol lehetett törés, melyik meccs után, hogy elveszett a srácok önbizalma, vagy nem úgy megy a játék, ahogy ők szeretnék? Hát az igazi törés az izraeli csapat után volt. Szerintem az volt az igazi törés, onnantól egy ilyen hullámzó teljesítmény volt. Majd most a szünetben majd rendezik a sarokat, és akkor még akár odaérhetünk a kupa, vagy hát nem csak kupa, hanem az elbe indulási joghoz. Én már a kupa meccsen azt tapasztaltam, hogy a Dunaújváros ellen ott nagyon összetörtek a fiúk, és mink szurkolók is, hogy ott kiestünk már az első körökbe. Ott kezdődött, ott indult, de már azt hiszem, hogy az előző bajnoki meccsen is, nem tudom kivel játszottunk, ott sem voltunk már igazán eredményesek. Egy hullámvölgyben voltunk, de még ott hullámszerű teljesítményt mondogattak, de most már ez beállt, ugye egyenlőtlen gyenge teljesítményé teljesen. Ön szerint kell edzőváltás itt a téli szünet alatt? Nem tudom, hogy sokan azt mondják, amit olvasok, hogy kellene, sokan azt mondják, hogy nem tudom. Talán tavaszra kiderül, hogy mit tud a mester. Ez egy jó kérdés, megmondom őszintén. Tehát valamikor jó taktikát alkalmaz, a cserével nem vagyok megelégedve, megmondom őszintén, tehát a cserélési lehetőségeivel, de nehéz eldönteni, megmondom őszintén, hogy most váltsunk, ne váltsunk edzőt, kiderül az alapozás után. Nem kell
jó az őnink, úgyhogy nem kell. Ha mégis lenne és Mésző Géza jön, örülnének neki? Örülünk a Mésző Gézának is, de őninknek jobban örülünk. Nem tudom, hogy mennyiben lenne jó. Én szeretem a Gézát, mivel vasas játékos volt, ugye vasas kötődésű, már volt többször edzőnk, és elég jól fölhozta a csapatot, hogy most ő jobb lenne, nem tudom. Éppen azt beszéltük itt az előbb a kisfiammal, hogy én nagyon-nagyon-nagyon sajnálom az Oninyót, de hogyha a vasas azzal egy kicsit fölállna talprán, vagy erősebb lenne, akkor mindenképpen a Mésző urat választanánk, attól független, hogy nagyon-nagyon sajnálnám itt Németországba visszaküldeni a mostani edzőnket, aki oly sokat tett azért idáig, meg oly sikeres is volt itt az utolsó két évben, azt gondolom. Tavaszi szezontól mit várnak? Hát ennél sokkal jobb játékot mindenképpen, és előrébb a tabellán, és főleg az, hogy ne legyenek kiesési gondjaink.